Pénteken kezdődik a párizsi olimpia, sorra érkeznek a sportolók a francia fővárosba. A magyar ökölvívók tegnap keltek útra. A technikai értekezletet követően július 25-én lesz majd a sorsolás az ökölvívóknál. Hámori Luca, a nyíregyházi Kovács Rihárd és Akilov Filip is rajtra készen várja az olimpiai boxtornát. Mindhárman Franciaországban készültek fel a játékok kezdetére, amely az utolsó fázisa volt az edzésprogramjuknak. Az NVSC Big Boxing versenyzőjével tartott edzője Nagy Lajos is, aki optimistán várja a versenyt. Én már elkezdtem nézegetni az ellenfeleket, illetve főleg a 8 kiemeltet első körben, aztán pontosan amikor már megvan a sorsolás 25-én, akkor még ha 27-én szorítóba lép, még van akkor is két nap konkrétan készülni az akkori ellenfélre. Úgyhogy nem vagyunk lemaradva, térképezünk mindent. Magyarországot 2016-ban két versenyző képviselte, Harcsa Zoltán, valamint Bacskai Balázs, míg legutóbb Tokióban csupán Gálos Roland szerzett olimpiai kvótát, így egészen 2012-ig Londonig kell visszamenni az időben, amikor Magyarország legalább 3 kvalifikációs helyet szerzett ökölvívásban. Magyarország 10 arany, 2 ezüst, illetve 8 bronzéremmel még mindig az olimpiai örökranglista 7. helyén található boxban, de 1996-ban szereztünk utoljára a bajnoki címet Kovács István révén. Utolsó érmünket 2000-ben Erdei Zsolt nyerte, egy bronzot, így 24 év után lehetne egy újabb magyar medália. Kovács Rihárdot mindenben támogatja a családja is. Érzem azért otthon egy picit a feszültséget, tehát hogy érzem rajtuk is, hogy nagyon izgulnak, de nagyon szorítanak, és örülök neki, hogy így mellettem áll a családom, ez nagy segítség. De bízom benne, hogy a kisfiamnak az hozok egy érmet. Az olimpia hivatalos megnyitó ünnepségére július 26-án kerül sor, melyet 27-én az első versenynap követ az ökölvívóknál. Augusztus 6-ától a Roland Garros teniszpályáján folytatódnak a küzdelmek, ahol az érmekért, a címekért szállnak majd harcba a versenyzők.